A Magyar Asztali Tenisz Szövetség ez év tavaszán írt ki egy pályázatot 4 utánpótlás centrum támogatására. 17 egyesület jelentkezett, és az országban elsőként a Győrfi Tibor edzőközpont kapta meg a kitüntető címet. A Nyírbátori Egyesület infrastruktúrális és szakmai téren is maximálisan megfelelt a szövetség elvárásainak. Nyírbátorban olyan munka folyik, nem is fogalmazok el sem, hogyha azt mondom, hogy az elmúlt években, hanem inkább az elmúlt évtizedekben, amely méltán vívta ki a hírnevet, számos válogatott sportolót nevelt ki ez a klub, és a tevékenysége részben egyébként a földrajzi elhelyezkedése okán is határokon túl is terjedt, tehát nemzetközi szintű tevékenységet végez a klub. A cím az első évben 2,5 millió forintos támogatással jár. A szövetség elnöke elmondta, hogy az összeg évről évre növekszik majd. Az egyesületnél a minőség további javítására használják majd fel a forrást. Olyan játékosokat és olyan edzőket tudunk idehozni, akiket idáig nem. Például a Rozsnyói Tibor, ez Magyarország legjobb edzője, illetve a legjobb edzői között van, bocsánat, ezt így szeretném pontosítani, és az ő foglalkoztatására enélkül a pénz nélkül nem lenne lehetőség. Most elmondhatjuk azt, hála Istennek, hogy Nyírbátorban olyan kiváló edzők működnek, akik, hogyha a gyerek kellőképpen elszánt és tehetséges, akkor ezeknek a segítségével mindenképpen akármeddig eljuthat Magyarországon. A város polgármestere szerint az egyesületnek a sportsikerek elérése mellett fontos szerepe van a fiatalok nevelésében is. A városnak nagyon fontos a sport, nem csak az itt élő versenyzők és a sikerek miatt, hanem én azt gondolom, hogy ez az egyesület és valamennyi sportegyesület egyben tömegsportot is képvisel. Azt az ideológiát is követi, hogy a gyerekeket fegyelmezettségre, kitartásra, együttműködésre nevelje. Tehát a város fejlődése szempontjából is rendkívül fontos, de nyilvánvalóan egy ilyen rangos, elismerő cím az külön nagyon megteti a szívünket, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk az egyesület munkájára. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség a jövőben határon túli csapatok számára is ajánlja majd a Nyírbátori Edzéscentrumot, amelynek következő célja a nemzetközi minősítés megszerzése.